2018 mozgalmas esztendő volt a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület életében. Számtalan versenyt és rendezvényt szerveztek, tele volt a versenynaptár is. Azonban a legfontosabb az volt Szabóné Varga Éva elnök szerint, hogy gyarapodni tudott a klub taglétszáma. Nagyon sűrű évünk volt, de ennek mi mindig örülünk, mert akkor történik valami a házunk táján. Végre kezdjük összekapni magunkat, és néhány lazább év után újra telve van az egyesület tagsági köre, telve van a csónakházunk, illetve újabb tervekkel is jövünk elő. Tervek tekintetében nincs hiány, és úgy tűnik az egyesület erejéhez mérten ezekkel szépen halad is előre. Ezek közül volt, ami a 2018-as esztendőben valósult meg, de olyan is, amely folyamatként áthúzódik majd 2019-re is. Régóta igény már az, hogy a csónakházunk környezetét próbáljuk bővíteni és alkalmasabbá, komfortosabbá tenni a bővülő létszámnak megfelelően. Nagyon sok hajót sikerült, több mint 10 hajót sikerült ebben az évben beszereznünk, ezek között voltak versenyhajók és voltak túrakenuk is. A túrakenuk már csak azért is fontosak voltak, mert az előző évben a nánási kajakosok megpróbáltak egy olyan kezdeményezést is útjára indítani, amire eddig nem igazán volt még példa a térségben, nevezetesen meghódítani és bejárni a keleti főcsatorna egyes részeit. Elindultak ebben az évben a vízitúrák is, ugye többször felfedeztük a keleti főcsatornát, ez terveink szerint a következő évben is folyamatos lesz, a táboraink jövőre is meg fognak valósulni, ebben az évben is két nagyobb táborunk volt, szeretnénk ezt majd még kiegészíteni komolyabb edzőtáborokkal is, de hát most a legfőbb célunk mégiscsak a működésünknek és a működési körülményeinknek a még szebbététele. Ennek egyik lépése, hogy a csónakház és a csónakázótó környékét még inkább otthonossá szeretnék tenni, hiszen a szép környezet jobban vonzza a gyermekeket is. És a legfontosabb az, hogy minél többen legyenek, és minél többen kezdjenek el sportolni. Az első számú és legfontosabb feladatunk az egészség megőrzésnek a szerepe. Az egyesületeknél is nagyon sok gyerek van, akik nem kimondottan versenyszerűen szeretnének sportolni, hanem a szabadidős tevékenységüket szeretnék egy olyan közösségben eltölteni, amely ráadásul, hogyha a természeti közegben van, akkor még nagyobb és még kellemesebb érzés lehet számukra, és ha még a család is mellettük lehet ezek az alkalmakon, akkor úgy érzem, hogy minden egyben van, és minden kerek, és így gömbölyű a világ nekünk is. A természeti környezetet azonban ilyenkor télen nem lehet megcélozni, hiszen hideg van, és minden téli álmát alussza. Nem úgy a kajakosok, akik 2019. januárjában is bűszen dolgoznak, igaz most a tornatermekben. Télen mindig be szoktunk menni az edzőterembe, és tornatermekbe, és készülünk az alapozásokkal. A fő feladatunk télen, hogy felkészüljünk erőlétileg a nyári időszakra, a nyári szezonra. Van egy versenyünk, erőfelmérőnek hívják, és itt a kisebb korosztályok szoktak egymással megmérkőzni. Húzóckodás, futás, lábemelés, a nagyobbaknak már van fekvenyomás is, és ezekre készülünk fel bent. Azonban az egyesületnek van egy olyan adottsága, amely még a tágabb környezetben is egyedülálló. Nevezetesen a csónakázótó, amely a fürdő melegvízinek köszönhetően télen is használható, ahogyan azt a karácsonyi evezésnél is lehetett látni. Ez egy különleges alkalom, meg nekünk egy nagyon jó adottság is, ahogy a tavon folyamatosan beleemlik a termálvíz, a forró, és így tudunk itt télen is evezni, és ezt találtuk ki. Hát már több éve, hogy akkor legyen egy karácsonyi evezés a gyerekeknek, hogy kiszabaduljanak a benti teremből is, meg hogy mégis karácsonyunk is együtt tudjunk lenni. Minél több versenyen részt venni, ez is szerepel az idei tervek között, hiszen a kajaksport igazi savaborsát mégiscsak az adja, ha meg tudnak egymással mérkőzni a gyermekek. Bővíteni szeretnénk a versenyeinknek a körét, ugye ezek országos versenyek, az ország különböző pontjain vannak, Győr, Szolnok, Szeged, tehát olyan távolságokat kell majd megtennünk, amihez komoly anyagi bázisra lesz szükségünk, de én úgy érzem, hogy állhatunk készen ezekre a feladatokra is most már. Az egyesület tehát elégedetten tekint a jövőbe, és elégedetten zárja az elmúlt esztendőt is. Szépen, lassan és folyamatosan építkeznek. Én boldogan zárom ezt az évet, és úgy gondolom, hogy a gyerekek is, a szülők is, tehát valamennyien, akik most itt vagyunk együtt tudunk örülni a régi
évnek és az új év fogadásának is. Az új esztendőben 2019-ben pedig reméljük, ugyanilyen szép és eredményes év áll majd a Dominó Diáksport Egyesület előtt, mint amilyen a 2018-as volt.